Sziasztok! Sziasztok! Value Stream. Van egy felmeppelt Value Streamünk, amit a Product Owner és a Scrum Master, vagy Product Ownerek és a Scrum Master, Scrum Masterek már felmeppeltek. Így van, vezetői támogatást kaptak hozzá, hogy ezt csináljátok, mert ez jó lesz. Mert nem csak az érdekel, hogy mi esik ki, hanem az is érdekel, hogy közben az folyamatos legyen és gazdaságos. És fenntartható. És fenntartható. És akkor mit kezdünk ezzel a streammel? Oké, most jön a neheze. A felmeppelt value stream alá neked fel kell építeni a process mappet. Tehát, hogy ténylegesen a mi után következik, az hogyan fogom én szépen megvalósítani, és nagyon fontos odafigyelni arra, hogy az átadás átvételi pontok közötti részt, tehát amikor én befejeztem valamit és eljutottam valahova, azt mindig külön vizsgáljátok. Hiszen ott a csatornákon is nagyon sok minden áll vagy bukik. Ó, nálunk az SAP-ban ez rendben van. Értem, de neked nincs jogosultság. Hát én átkattintottam a flöget. Én bedobtam a csatornába. Szuper. Én meg nem SAP-t használok. Ó, te nem. És akkor azt mondja, ja, egy Excelben, ja, ó. Csinálj egy exportot? Amit majd importálok? Abszolút, így van. Jó, tehát ezért nagyon fontos a csatornákra is külön odafigyelni, nem csak a folyamatokra, nem csak a tényleges munkavégzésre, hanem a munkapontok közötti csatornákra. Vezessünk be néhány alapvető mérést. Klasszikusan nyúljunk a Lean-hez. Ugye, milyen hosszú egy sor, tehát hány elemben egy sorban. Átlagosan mennyi idő, mire egy új elem a sor végére az elejére kerül. Átlagosan mennyi időt kell dolgozni egy-egy itemen. Ez szoftverfejlesztési környezetben is igaz, csak ott sokkal nagyobb a volatilitás az egyes itemek között. Maga a modell az ténylegesen ugyanígy működtetendő. Nézzük ezt a percent complete and accurate, ugye a CMUDA-t, hogy az egyes lépések között, amikor valaki megkap valamit, az mennyire felel meg az ő elvárásainak. És ezután kezdjünk el ezen méréseknek a bevezetése és monitorozása után kezdjünk el újra ezzel az egész csapattal dolgozni azon, hogy hol vannak olyan píkek, ahol elakadok, ahol lassú vagyok, ahol túl hosszú a sor, ahol túl sokáig tart, amíg az elejéről a végére eljut egy item, és közösen kezdjünk el gondolkozni azokon a apró lépéseken, amit az adott siló, vagy egység, vagy csapat el tud magával vinni, és 2-3 hét, 1 hónap leforgása alatt legalább egyszer ki tud próbálni. Jó, de most itt jössz ilyen mindenféle optimalizálásokkal, meg mérésekkel, meg nem tudom mikkel. Nekem itt a produkttal kell foglalkoznom, kedves Scrum Master, föltártuk, hagyjál már. Oké. A termék piaci performanciája az attól is függ, hogy mennyibe kerül előállítanom, mennyibe kerül őt karbantartanom, mennyibe kerül őt fenntartanom. Ha gyártok, akkor szintén nagyon nem mindegy, hogy mekkora a készletem, stb. Tehát vegyük elő a Lean veszteség típusokat, Wikipedia, nézzük meg, hogy a 8 veszteség típust hogyan értelmezem szoftveres környezetre, meg hogyan értelmezem gyártási környezetre, attól függően, hogy éppen milyen value streamben vagyok. És ezután nézzük meg, hogy melyek azok a beazonosítható pontok, és ez a 4 mérés, ez ezen lean veszteség típusokra majd rá fog egyébként is vezetni, és innentől kezdve nincs kérdés, hogy ezeknek a veszteségeknek reményeim szerint nincsen hely a rendszerben. Igen ám, de ha egy adott ponton van egy azonosított egy veszteséget, és ez a veszteség mondjuk X. És ennek a veszteségnek a kijavítása, optimalizálása, cseréje mondjuk 100X, miközben a terméken ezt te nem fogod tudni érvényesíteni, akkor bár ott van a lehetőség, és ott van a csábítás, hogy te meglépni, hogy meg kell lépni, gazdaságilag nem indokolható. Tehát ilyenkor jön be a második szintként a mérések és az optimalizálási gondolkodás mögé a közgazdaságtani megközelítés, hogy értem én, hogy az szar,
de kijavítani olyan rohadtsóba kerül, hogy soha nem de még mindig olcsóbb így. Viszont így van, pontosan, és akkor ez viszont azt jelenti, hogy legalább egy tudott, ismert és monitorozott helyzettel áll szemben, és ez egy abszolút tudatos vezetői döntés, vagy product owneri döntés, hogy ezzel akármilyen pénzügyi jogból kifolyólag most nem foglalkozom. De ez azt jelenti, hogy nekem innentől kezdve törődnöm kell vele, mert ha elkezd elcsúszni, akkor megfektetheti a terméket gazdasági szempontból, úgy ahogy van. Oké. Tehát föltártuk a value stream-et, igen. És elkezdtük tovább bontani. Tehát már feltárt value stream-el, feladat az, hogy kezdjük el az egyes pontokat tovább bontani, hogy azok milyen folyamatokat találnak. Igen, megcsináljuk a processzeket. Processzeket. És egyébként nagyon fontos és nagyon-nagyon erős vagy komoly nagyítóval vizsgáljuk a pontok közti kommunikációs csatornákat. Így van. Ugyanis ott még el lehet vermelve az a bizonyos ebb. Így van, abszolút. Tehát ha tevékenység már helyes, és nem foglalkozom az áramlással, ahol ténylegesen akár a fizikai termék, akár az egyes, akár engedélyek például vándorolhatnak, akkor ott bizony még mindig meg tud akadni a teljes folyamat. Jó. A következő adásban beszélgessünk arról, hogy ha már ilyen kimerítő és előkészült, vagy felkészített anyagunk van, akkor ezzel mit kezdünk szervezeten belül? Nagyon jó. Kiváló. És várjuk a kérdéseket. Küldjétek, linkben megtaláltok mindenféle elérhetőséget. Állunk rendelkezésetekre. Sziasztok! Sziasztok.